Köszöntöm vendégeimet a stúdióban, akik a Garbai Szakmunkásképző Intézetből jöttek, Nagyné Kardos Erzsébet tanárnő és Csősz Marianna. Ez az iskola eddig is igen sokat tett a drogfogyasztás és a drog ellen. Mik is voltak? Tehát milyen területen tudott ez az iskola valamit felmutatni? Hát sajnos ma már nagyon sok esetben szembe kell nézni azzal a szomorú ténnyel, hogy a dohányzás és az alkoholfogyasztás mellett a drogfogyasztás is igen nagy területeken kezd el terjedni. Ez ellen megelőző programokat kell eszközölnünk, fel kell világosítani az ifjúságot arról, hogy káros hatásokkal jár a drogfogyasztás, ugyanúgy, mint az alkoholfogyasztás. Milyen rendezvények voltak ezzel kapcsolatban? Nagyon sok rendezvényünk volt, megemlítenék kettőt, ami talán a legfontosabb. Több alkalommal volt a Garbai Sándor szakképzőiskolában egy tanfolyam, amely a dohányzásról és az AIDS-ről szólt. Akik ezen a tanfolyamon részt vettek, egy igazolást kaptak, amellyel jogosultak arra, hogy más iskolákban is tartsanak felvilágosító órákat. Ezt a tanfolyamot Hegedűsné Németh Gabriella ifjúsági védőnő szervezte, és ha bárkinek igénye van, őt fel lehet hívni a 322-044-es telefonszámon, és küld gyerekeket közép, illetve általános iskolákba. Tehát ez a múlt, mi a jelen és a jövő? A jelen, egy drogelleni vetélkedőn veszünk részt. Ezt a drogelleni vetélkedőt a TIT kezdeményezte, a Kecskeméti TIT. Több fordulós vetélkedőről van szó. Iskolánk is bekapcsolódott, az elmúlt év decemberében indult, és a következő tanévben fog befejeződni. Nagyon könnyen lehetett keresni embereket, tanulókat, akik ezen a vetélkedőn részt vesznek pontosabban. Magukénak tekintik ezt a témát? Igen. Nagyon örültek, hogy jöhetnek, sőt, túljelentkezés is volt már, bekapcsolnának nagyon sokan. Marianna, te bejutottál ebbe a csapatba, akik tehát járnak ilyen vetélkedőkre. Hogyan néz ki ez egy ilyen vetélkedő? Hát különböző villámkérdésekből, illetve szerepjátékból, szituációs játékokból áll. Honnan tudtok felkészülni? Különböző szórólapokból, valamint dr. Kastyák János rendőrkapitány úrtól kaptunk egy könyvet, főleg ebből, valamint segített még osztályfőnököm dr. Erdei Zoltánné és dr. Palács Magdolna, és nem utolsó sorsban Nagyné Kardos Erzsébet tanárnő. Te hogyan nézel egy drogosra, mint egy beteg emberre? Tehát hogyan látod ezt a dolgot, hogy valaki drogfogyasztó, az betegségnek, vagy pedig egy ártalmatlan, tehát nem is tudom, hogy szórakozásnak mondjam-e. Tehát valaki szórakozásképpen elkezdi, haverok megkínálják. Ti ott iskolán belül mit tudtok ez ellen felhozni, hogy valaki csak szórakozásból meg ne kóstolja ezt? Hát esetleg segíteni tudunk neki abban, hogy különböző példákat hozunk föl neki. Az osztályból sokan benne vagytok a csapatban, vagy hány fős egyáltalán egy ilyen csapat? Hát a versenyekre 5 fős csapatnak kell menni, de többen vagyunk. A tanárok tartják-e a másik iskolákkal a kapcsolatot? Igen. De milyen jellegű ez a kapcsolat? Tehát információkat szereznek egymástól, vagy pedig arra akarok kiukadni, hogy volt-e már olyan előfordulás itt Kiskunhalason és környékén, hogy drogot találtak iskolában? Hát én még nem találkoztam vele. Az szerintem előfordult már iskolákban, biztos vagyok benne, hogy valaki altatót, esetleg nyugtatót szedett. Ugyanis ezeket is ide sorolhatjuk, főleg, hogyha valaki nagyobb mértékben fogyasztja, esetleg alkohollal együttesen. Ugyanolyan hatásokat fejthet ki, mint egy keményebb drog. Közeljövőben itt az iskolájukban indul egy nagyon nagy program, tehát nagyon nagy fába vágták a fejszélyüket. Mi lesz ez? Hát ez a program, pontosabban ez a program sorozat szinte 2 hétig eltart. Hát mielőtt ismertetném a programot, szeretném elmondani, hogy támogatóink az Őr Alapítvány, illetve a Vagyonvédelmi Alapítvány. A Vagyonvédelmi Alapítvány gondolom mindenki ismeri, az Őr Alapítványt viszont nem annyira, ezért szeretném elmondani, hogy az Őr Alapítvány Őr Terész tanárnő alapítványa, aki egy kedves volt kolléganőnk. Sokáig a Garbai Szakképzőiskolában tanított. A programokról pedig a következőket. Április 15-én 13 órakor lesz az első program, Életi az elsőbség című kiállítás nyílik. Ez a kiállítás az Őr, a Vagyonvédelmi Alapítvány és az Országos Baleset Megelőzési Bizottság közös rendezvénye. Ennek a témája a diszkóbalesetek, a drog, az alkohol káros hatása. A kiállítást dr. Kastyák János rendőrkapitány úr nyitja meg,
és egész héten megtekinthető lesz 8-tól 16 óráig a Gargai Sándor szakképzőiskolában. Én javaslom a kollégáimnak, pedagógusoknak, hogy osztályfőnöki órán hozzák el a gyerekeket és nézzék meg a kiállítást. Rögtön a megnyitó után 13 óra 30 perckor egy technikai bemutató lesz a rendőrkapitányság szervezésében, szintén iskolánkban. Április 18-án lesz a következő program, 13 órakor a DADA program ismertetésére kerül sor. A DADA, aki nem tudná, egy rövidített mozaik szó, drog, alkohol, dohányzás és az AIDS rövidítéséből származik. Április 22-én 13 órakor egy filmvetítés lesz, ez a filmvetítés szintén a droggal kapcsolatos. E programok között külön lehet még jelentkezni plakátrajzoló versenyre, illetve országos tesztlapot lehet kitölteni. Ezt a tesztlapot az Országos Balesetmegelőzési Bizottság biztosította számunkra. Aki hibátlanul kitölti a tesztlapot, bejuthat az országos versenyre. A plakátrajzoló verseny, illetve ennek a tesztlapoknak a kitöltése április 22-ig lehetséges. Hát nagyon szépen köszönjük ezeket a program ajánlókat, és hát meg szeretném ígérni kollégáim nevében is, meg több oldalú tárgyalás folyik, tehát hogy mi is tevékenyen részt szeretnénk venni ebben a programban, és a Koktél című műsorban helyet szeretnénk biztosítani ennek a programnak. Hát nagyon szépen köszönöm az információkat, Marianna, neked is köszönöm, hogy befáradtál a stúdióban. Most pedig kedves nézőink, akik nézik már gyakrabban a Koktélt, azok tudják, hogy Kovács Iván barátom időnként elmegy a célpontba, ott szétszed egy fegyvert, nagy nehezen összerakja, és ezt utána szóban elmondja, hogy hogy is néz ki ez a fegyver, és mire tudjuk használni, de persze csak sportolási céllal mutatjuk be ezeket a fegyvereket. Kérem, nézzék meg! Egy pisztolycsalád, amelynek legelterjedtebb tagja Magyarországon, a FIA 63, a nagyon jól sikerült német Walter PP pisztoly alapján készítették. Na tessék, már megint egy koppintás, mondhatják önök joggal. Pedig a fegyvergyártóknál, a fegyvergyárokban ez egy megszokott dolog. Valami újat, eredetit kitalálni nagyon költséges, ráadásul bevezetése kockázatos. Most a Walter PP alapján készített PA 63-as olyannyira bevált, hogy a magyar fegyveres erőknél és testületeknél évtizedek óta rendszerben áll. Walter mutációnkra a kettős tüzelési mód jellemző, azaz normál, illetve revolverező lövés is leadható vele, valamint magasfokú kezelési megbízhatóság. Az automatikus biztosítást korai elsülés ellen az elsütő rúdon levő megszakító szemölcs végzi. Amíg nincs reteszelve a cső, hiába húzzuk meg az elsütő billentyűt, nem lesz lövés. Méreténél, lőszerénél fogva ez a pisztoly igen alkalmas önvédelmi és biztonsági feladatokra is. Megbízható, jó paraméterekkel rendelkezik. Fogása kényelmes, a karcsú markolat kiskezűek számára is tenyérbe simuló. A könnyű fémből készült tok előny is, hátrány is. Előny, mert viszonylag könnyűvé teszi a pisztolyt, ami tartós hordás esetén fontos. Ezért kifejezetten népszerű a fegyveres erők dolgozói körében. A bőrből varrott pisztolytáskában megfelelő védettségben részesül a pisztoly, amelyben a tartaléktárnak is biztosítottak helyet. Ami viszont kellemetlen, hogy lövéskor túl nagyot ugrik a fegyver, ami ugyan nem befolyásolja a lőszabatosságot, de a markolat felső nyúlványa erősen belever a kéz hüvelyk és mutatóujja közötti részbe. E pisztoly típusok ára nagyon kedvező. A közép kategóriás fegyverek között talán a legolcsóbb. Bátran ajánlom ezt a családot azoknak, akik kevés pénzért jó pisztolyt szeretnének. Nézzünk néhány adatot a PA 63-asról. A cső űrmérete 9 mm, és ezzel a lőszer méretét is elárultam. 9x18 mm-es Makarov lőszert rendszeresítettek hozzá, méghozzá acél maggal, ami igen ritka dolog, és rendkívül jó átütő képességet nyújt. Kis távolságon bőven felülmúlja a 9x19-es Parabellum, vagy akár a 44-es Magnum átütő képességét is. Igaz, stop hatása viszont nem túl jelentős. Súlya 595 g, csövének hossza 100 mm, két tárat rendszeresítettek hozzá, amelyben 7 darab lőszer adagolható. A cső belső falában 4 húzagot találunk, amely a lövedék tengely körüli forgását okozza, így növelve a röpstabilitást, ami becsapódáskor bizonyos fúróerőt is biztosít. Pontlövő fegyver, bár a versenyzésre használt PA 63-at a lőfeladatoknak megfelelően átalakítják. Eredendően durva az elsütése és esetenként hosszú, ezért rövidítenek azon és lágyabbá teszik. Egy jól felkészített PA jó lövő kezében vetekszik a Parabellummal, vagy akár a csúcsok között emlegetett izraeli Jerikóval.
Persze, ha az említett fegyverek is jó kezekben vannak, azért a különbség kijön. A PA-63-as felépítése, szerkezete egyszerű, szét és összeszerelése rövid idő alatt elsajátítható. Ez nélkülözhetetlen az alapos karbantartáshoz. Ehhez ajánlom a célpontban kapható fegyverolajokat, spréket és takarítóeszközöket. A megbízható működéshez tartsuk mindig tisztán a pisztolyt. Ha a fegyverrel valami műszaki vagy működési rendellenesség fordul elő, ne használjuk tovább, és amennyiben lehetőségünk van, forduljunk rögtön szakemberhez, fegyvermesterhez. Ezt a pisztolyt is csak szűk körben vásárolhatják, hiszen engedély köteles. Nőnap alkalmából már volt részünk a koktél férfi műsor vezetői révén egy kis főzőcskében. Talán nem tetszett. De jó volt. Igaz, nem tudom, hogy kipróbálta valaki azt a receptet. Kipróbálták úgy, nagyon sokan. Igen? Hát mondjuk lehet, hogy nem úgy, ahogy mi, de többen mondták, hogy kipróbálták. Igaz, hogy ők a rizst megfőzték, még a hagymát se felejtették ki belőle. Na, hát reméljük, hogy ugyanis sikerült Lacit rávennem, hogy főzzünk egy másikat, hogy bebizonyítsuk, hogy ő is tud egy kicsit azért főzni. Pedig alatta rájöttem, hogy Nellit sem fogom feleségül venni, az biztos, mert annyit okoskodott, hogy az már valami döbbenet volt. De azért összehoztunk valamit, nézzük meg, hogy mit. Főzőcske rovatunkban most be fogjuk önöknek mutatni, hogyan is készül a rácpongy. Nelli elmondja a hozzávalókat. Igazából nem sok hozzávaló szükséges ez az ételhez, mégis nagyon finom, ízletes azok számára, akik szeretik a halételeket. Tehát akkor a hozzávalók. 10 dek a szalonna, 2 fej hagyma, 2 zöld paprika, 2-3 paradicsom, 3 evőkanál olaj vagy 5 dek a zsír, 2 deciliter tejföl, fűszerek, 1 kg ponty és 1/2 kg burgonya. Ha már mindent előkészítettünk, lássunk hozzá. A szalonnát először vékony szeletekre vágjuk, a hagymát karikákra, majd ezt követi a paprika és a paradicsom összedarabolása. A 1/2 kg burgonyát, amit jó előre megfőztünk, Nelly felkarikázza, és én egy beolajozott tepsibe fogom rakni. A tepsibe rakott krumplit kicsit megsózzuk. Szép egyenletesen, nehogy sokat kelljen ráinni néhány helyen. Így. Majd pedig az előkészített halat bizonyos távolságonként beírdaljuk. A bevágásokba szalonnát tűzdelünk. Igen, jó néhány szalonnacsíkot bele fogunk ide tugdosni, hiszen szakemberek szerint ez nagyon jó ízt és zamatot ad a halnak. Amíg Laci tűzdeli a halat, addig a hagymát, a paprikát és a paradicsomot a burgonya tetejére rakosgatjuk. Újra megsózzuk az egészet egy picit. Majd pedig a megtűzdelt halat ráhelyezzük a zöldségekre és a burgonyára. A sütőbe tevés előtt a halacskát és a zöldségeket még egy kis étolajjal meglocsoljuk. Az így előkészített halat még utoljára megfűszereztük egy kicsit, raktunk rá egy kis paprikát, és szórtunk rá egy kis halfűszert. Ezt követően alufóliát kell a tetejére tenni, és körülbelül 30 percig nem túl forró sütőben sütni.
30 perc eltelt, megnézzük, hogy hogy néz ki a hal, hogy átpárolódott-e már. Ezt leszedjük. Ezt is leszedjük. Húha! Kicsit megszurkáljuk. Hát azt hiszem, hogy megpárolódott, úgyhogy most visszatesszük, hogy süljön, egy kicsit piruljon. Addig is, míg pirul a hal, egy öntetet készítünk, két tojásból és két doboz tejfölből. Ezt mikor fogjuk ráönteni? Ha megpirult a hal, a végén ráöntjük, és együtt még tovább sütjük egy picit, összesütjük. Hát a sikerült megbontani. Felbírod bontani ezt a tejfölt? Hát csak sikerült, csak sikerül. Készen is van a hal, ezt kivesszük. Ráöntjük az öntetet. Ezt úgy minden részére? Szerintem mindenhova önthetsz, csak gyorsan, mert már nagyon éhesek vagyunk. Arra is? Arra is. Ne sajnáld, önts rá nyugodtan az egészet. Ezzel az öntettel szépen leöntöttük, nyakon öntöttük a kis halacskánkat, majd Nellit megkérem arra, hogy tegye vissza a sütőbe, és még egy picit pirítjuk. Kicsit nyögdítsen a Nelly, de azért bebírja emelni. És akkor ezt így megindult a csütőt. Sütjük még egy picit. Összesen 3/4 órát sütöttük a halat, és most, hogy kész van, tálaljuk. Aki kedvet kapott ehhez a recepthez, azoknak jó étvágyat kívánunk hozzá. Próbáltam Nellit egy sütemény sütésére rávenni, azt mondta, hogy ő még azért annyira nem ügyes. Hát én nagyon szeretem a süteményeket. Süteményt jobban sütök. Tényleg? Akkor még nem ezt mondtad. Ez a hal pedig finomabb volt talán, mint a süti. Igen, végül is mi megsütöttük ezt a halat, kicsit laikus módon, hát illetve a saját módunkon. Viszont vannak szakmabeliek, akik, ha nem is halat, de süteményeket sütnek, ugyanis most a szakmunkás vizsga előtti szintvizsgán voltak a garbaisok. Nézzük meg! Mit készítesz a bemutatóra? Málnatortát készítek, egy 4 napi alkalomra, vagy születésnapi alkalomra is lehet ajánlani. Ezen a készítményen számodra mi volt a legnehezebb? Számomra a legnehezebb készítési mód rajta, hogy a glazúra való díszítés, amit tojásfehérjéből és polcukorból készítek, dresszizsákba töltöm, és ebből fecskendezem ki a tortára. Miért fontos a cukrászok számára az iskolai szintvizsga? A harmadéveseknek különösen nagyon fontos, mert szakmunkás vizsga előtt ez egy megmérettetés, hogy a termékeik elfogadhatóak és szép, jó osztályzatot kapjanak. És az elsősöknek és másodikosoknak? Az első és második évfolyamosok úgy szintén fél évenként megmérettetnek, ahol a gyakorlati osztályzatuknál. Ez dönti el, hogy 4-es, 5-ös vagy annál gyengébb osztályzatot kapnak. A te készítményedet el tudja-e készíteni egyszerű háziasszony vagy nagy szakmai gyakorlat szükséges hozzá? Igen, egy ügyes háziasszony könnyen el tudja készíteni, mert egy egyszerű piskóta felvetből van, csokoládékrémmel betöltve és csokoládéval áthúzva, és a díszítés nem igényel nagy kézügyességet. És a kis karikák az oldalán, az indiánerok, az is csak piskótából készült, azt is át kell húzni csokoládéval, és fel kell ragasztani torta oldalára. Számodra melyik a legszebb része a cukrász szakmának?
Részemről a termékek kikészítése, díszítése a legszebb rész. Sokféleképpen nagyon változatosan ki lehet készíteni a süteményeket, és mikor megcsodálják a terméket, körbe mosolyogják, akkor az nagyon jó, jó érzés. És ha már nem ehettük, hanem csak nézhettük ezeket a finomságokat, amik természetesen nem a garbaisok, hanem a kereskedelmi iskolások készítettek, akkor nézzük meg ennek a sok finomságnak az árnyékos oldalát is egy picit, ugyanis a mai vendégem Bodrogi Tibor, osztályvezető főorvos, akivel ma este az ételallergiáról beszélgetünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket. Hát sajnos valóban itt a táplálkozás árnyoldalai kerülnek szóba, nagyon szomorú vagyok, hogy egy kicsikét komolyabbra kell fordítanak a Jó Hangolatú műsornak a témáját. Hát a táplálék allergiák, amik csecsemőkorban, gyerekkorban jelennek meg, mi igazándiból három nagy csoportot tudunk diagnosztizálni, illetve felismerni. Ezek a tehén tejfehérje, a tojásfehérje és a szója fehérje túlérzékenységek, erre vérvizsgálati lehetőségünk van az utóbbi egy évben, ezért hát ezekkel szoktunk foglalkozni. Milyen tünetei vannak ezeknek az allergiáknak? Három fő tünetcsoportot tudunk kiemelni, vagy tudnék kiemelni. Az egyik értelemszerűen a gyomor-bélhuzami tünetek, tehát görcsös hasi fájdalom, esetleg hasmenés, ami véres nyálkás székülítést jelent. A második fő tünet az a gyakori visszatérő, esetleg tehát légúti tünetek, amelyek esetleg fulladással is járó hőrkurut formájában jelennek meg, és a harmadik nagy csoport az a bőr tünetek, amelyek kiütések, ekcéma, viszkető bőrelváltozások formájában észlelhetők a gyerekeken. Most itt mondta, hogy a hasmenés, meg ilyesmi is jelei. Ezt hogyan lehet megkülönböztetni egy másik fajta hasmenést, amit nem az ételallergia okoz? Vizsgálatokkal tudjuk ezt, tehát székletvizsgálat, tehát a székletnek a küllemének és a jellegének a megtekintése biztos, hogy nagyon sok segítséget ad, de végül is bakteriológiai vizsgálatot feltétlenül ezen esetekben végezni kell, hogy kizárjuk a fertőzéses eredetű hasmenéseket, és amennyiben negatív széklet eredmények birtokában mégis a tünetek fönnállnak, akkor terelődik a gyanú arra, hogy itt valamilyen táplálék allergia válthatja ezt ki. Hány százalékot érint ez a betegség? Nagy nemzetközi statisztikák szerint ez igen változó, népesség, populáció, országok, égtájak szerint is. Általában azt lehet mondani, hogy 2,5-15%-ig a normál előfordulás, ami a 15% az általában az összes beteget jelenti. Egy kis rövid számvetést csináltunk itt a műsor előtt, ami Kiskunhalason a 14 év alatti gyerekek esetében 5-700 gyereket érintene. Ez az, ami átmeneti, ezt a érintett betegeknek a 75%-a ezt 4-5 éves korára kinövi.
viszont marad egy 2,5%, tehát egy olyan 150-200 kiskonrosi gyerekkel lehet számolni, akiknek ez a betegség ez egy életen keresztül megmarad, tehát ezt nem növi ki. És itt felmerült az a kérdés is, hogy vajon örökölhető-e ez a betegség? Igen, hát maga a betegség nem, de a hajlam az mindenképpen örökölhető, tehát azokban a családokban, ahol már valamilyen más allergiás megbetegedés, tehát szénanátha például, vagy asztma, vagy egyéb már bős bőrbetegségek, amelyek köztudottan allergiás betegségek, azoknak a kockázata sokkal nagyobb, tehát azoknak a családoknak a gyerekeinek 30-50% az esélye, hogy ez a hajlam ez benne is megvan, és esetleg megnyilvánul betegség formájában is. Most ezek az allergiás tünetek végül is alapvető táplálékoktól vannak. Hogyan lehet kiküszöbölni azt, hogy ezt megegye az, aki allergiás rá? Hát föl kell ismerni, tehát tudni kell azt, hogy melyik beteg, melyik táplálék összetevőre túlérzékeny, és hát a kezelésnek az alapvető módja az maga a diéta, tehát az étrendből ki kell vonjuk azokat az összetevőket, itt elsősorban, amit mondtam, vizsgálunk, tehát a tehénte, illetve a tojásfehérjét, ezt nem szabad ezeknek a gyerekeknek elfogyasztani. Én itt az előbb gondoltam arra is, hogy végül is, ha egy boltba elmegy az ember és megvásárol egy kész ételt, hogyan tudja kiszűrni azt, hogy van-e abban ez az anyag, vagy nincsen? Az egyik legnehezebb kérdésre tetszett rátapintani, ez az, amit nem derül ki. Ha megveszek egy bármilyen konzervet, és annak az összetételét megtekintem, és csak azt látom rajta, hogy adalékanyag, vagy ízjavító, vagy állományjavító, inkább ez az utóbbi kifejezés a helyes, abban az esetben majdnem biztosak lehetünk benne, hogy sovány tejport, tehéntejport, illetve szójaport tartalmaz az a készítmény, tehát ezt, aki erre túlérzékeny, sajnos nem fogyaszthatja. Pont ezért is történt az a kezdeményezés ezen gyerekek szülei részéről, hogy megalakítottuk a táplálékallergiában szenvedő gyerekek, illetve betegek kiskomalsi klubját, ami egy egyedülálló kezdeményezés az országban, ilyenről én nekem nincs tudomásom. Pont azért, mert ezek az anyukák főleg rendkívül nagy tapasztalattal, saját kárukon megtanulták azt, hogy mit ehet a kisgyerek, mit lehet neki adni, és ők már nagyon jól tudják, hogy ebből az ételféleségből nyugodtan ehet a gyerek, a másikból pedig nem. És ez a klub ez azért nagyon hasznos, úgy gondolom, mert érintettek hozzátartozói alkotják, és biztos, hogy segítenek az esetleg újonnan föl ismert betegek szüleinek ezeken a kezdeti nehézségeken, hogy át tudjanak menni, tudják azt, hogy mit ehetnek, rafinált receptjeik vannak visszatérve itt a főzőcskére, hogy milyen olyan süteményt lehet elkészíteni, mivel se tej nincs, se tojás nincs, én a magam eszétől ilyet nem is nagyon tudnék mondani, de ők kitalálnak, nagyon finom, én is ettem ezekből a süteményekből. Tehát mi nekünk az a tervünk, illetve ennek a klubnak, hogy ezt működtessük, és segítsünk azoknak, akik rászorulnak. Szerencsére mondom, ez a nagy létszám, ez az 5-700, ez csak átmenetileg lesz ennek a klubnak a tagja, de az a 150-200 azonban megérdemli azt, hogy segítsünk rajtuk, és hát kezdeményezések történtek a városban, hogy esetleg olyan óvodai csoportot is tudnánk indítani, ahol főznek speciális étrendet ezeknek a gyerekeknek, tehát ott nyugodtan megehetik, nem kell a szülőnek beküldeni az ételt, amit a gyereke megehet. Hát akkor most összegzésként mit ajánl azoknak, akik észrevették a gyermekükön, hogy ezek a tünetek már nem múlóak, tehát végül is visszatérőek. Én azt gondolom, hogy minden olyan kedves szülőbe, akiben fölmerül ezek után, hogy a gyerekének esetleg ilyen betegsége lehet, keresse fel a házi gyermekorvosát, mondja el ezeket a tüneteket, panaszokat, hogy ő úgy véli, hogy esetleg ez lehet, és ők már tudják, hogy hozzánk az osztályra bejöhetnek, és mi kivizsgáljuk ezeket a gyerekeket, és beállítjuk az étrendet, és továbbiakban gondozzuk is, és segítséget nyújtunk, ahol tudunk.